Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradójának március 15-i külön kiadását látják. Bence Péter vagyok, mutatjuk, hogyan zajlottak az ünnepi megemlékezések Tolna megyében. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben! Szekszárdona a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula gyakorló iskolájának diákjai adtak zenés verses műsort. A gyerekek az 1848-49-es forradalom legfontosabb eseményeit elevenítették fel. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a szabadságharc kitörésének 174. évfordulóján arról beszélt, most 2022-ben is rengeteg veszély leselkedik az országra, mint a szomszédban zajló háború, az illegális migráció vagy az energiaválság. Éppen ezért ismét a magyarok összefogására van szükség, hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Nem szabad hagynunk, hogy idegen hatalmak hazánkat belesodorják a most zajló háborúba. Nekünk magyaroknak ebből a háborúból ki kell maradnunk. A történelem arra tanított bennünket, hogy nincs olyan ideológia, nincs olyan birodalmi érdek, amely számunkra, magyarok számára a háborút, a békétlenséget, az egymás elleni acsarkodást igazolná. Horváth István beszédében arról is szólt, most is hasonlóan 1848-hoz meg kell küzdeni az ország függetlenségéért, a magyarok szabadságáért. Meg kell védenünk nemzeti identitásunkat, keresztény hitünket, kultúránkat, gyermekeink jövőjét. A magyar érdek csak akkor tud érvényesülni, ha döntéseinket önállóan, külső kényszer nélkül magunk tudjuk meghozni, hiszen csak saját magunknak vagyunk mi a legfontosabbak. A küzdelem ma erről szól. A szekszárdi ünnepi megemlékezés a Béla király téren található forradalmi emlékmű megkoszorúzásával ért véget. A Mözsi óvodások műsorával kezdődött a település rész ünnepi programja. A szónok Apelszolfer Ágnes tolnaváros polgármestere volt, aki kiemelte, a történelem során akkor voltak sikeresek elődeink, amikor egy közös cél érdekében összefogtak. Arról is szólt, 1848-ban a fiatalok ráéreztek a történelmi pillanatra, és szabadságvágyukról vezérelve a kellő pillanatban cselekedtek. A szabadság utáni vágy akkora volt bennük, hogy akkor, amikor a forradalomból szabadságharc kerekedett, akkor már együtt az egész nemzettel készen álltak az életüket kockáztatni érte. Hittek abban, hogy a magyaroknak joguk van a nemzeti szuverenitáshoz, az önállósághoz, a függetlenséghez. Tolna polgármestere arról is beszélt, a nemzet összefogása teremtheti meg azt, hogy a magyarság minden körülmények között tartsa meg értékeit. Ma ugyan nem karddal kell csatába menni, és hát én nagyon remélem, hogy senkinek nem kell meghalnia a magyar szabadságért, de az, hogy kiállunk mellette, és minden évben elmondjuk a magyar szabadság üzenetét, ez nagyon fontos. A Mözsi megemlékezésen a Hősök emlékművénél helyezték el a megemlékezés virágait. Banyádon a Percelek városában 1848 kapcsán szinte kötelezően szó esik a honvéd tábornokról és családjáról, akik sokat tettek a magyar szabadság kivívásáért, mondta a napszónoka Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Számunkra ebben a küzdelemben a Percelek játszották mindenkor a vezetést. Így volt ez 1848-at megelőzően is, 1848-ban és az azt követő évszázadban egyaránt. Számunkra 48. március 15-e jelenti Percelmort, jelenti Percel Miklós, és nyilván jelenti azokat az embereket, akik a Percelek mögött álltak.
Történelmi visszatekintését követően Potápi Árpád János arról beszélt, a magyarság minden nehézsége ellenére itt van a Kárpát-medencében, megmaradt, és töretlen hittel építi a jelent. Számunkra ma élő magyaroknak sincsen más feladatunk, mint hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy hazánk szabadon éljen, és béke legyen az országunkban. Mi volt a 48-as forradalmároknak is az egyik legfontosabb követelése? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Banyhádon minden esztendőben a forradalom évfordulóján adják át a város egyik jelentős kitüntetését, a Perczel díjat, melyet ebben az esztendőben Németh Lídia belgyógyász, az ANTS egykori igazgatója vehetett át. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából tartottak ünnepi megemlékezést Tamásiban, ahol Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős, tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt, aki hangsúlyozta, előfordul, hogy a szabadságunkra árnyék vetül. Tette ezt az előző évek folyamán a Covid, most pedig honfitársaink a háborús helyzet miatt kell, hogy átéljék ezt. És az nagyon szép dolog Tamásiból is, hogy már rengeteg gyűjtés, már ki is jutott a Kárpátaljára, testvértelepülés ugyanígy Pakson, tehát egész ország Tolna megy és megmozdult, tehát ilyenkor nem tettünk más, mint rukkolni, hogy minél hamarabb fejeződjön be a háború, és akik meg elszenvedik, azokkal meg szolidálisaknak kell lennünk. Erről szól a mai március 15-e. Tamásiban hosszú évtizedes hagyománya van, hogy a tamási honvéd hősök síremlékénél történt megemlékezés után fáklyás menet indul a városi megemlékezés helyszínére, a Műveledési Központhoz. 80-as évek óta én már gimis koromban, sőt már általános iskolás koromban is emlékszem rá, pedig az már jó régen volt, hogy fáklyás felvonulás alatt végig a Szabadság utcán. Úgyhogy ez egy nagyon szép hagyomány, bízom benne, hogy idén is sokan csatlakoznak, és látom azért mögöttünk gyülekeznek. Szép kis ünnepség lesz idén is. Süli János miniszter úr tisztelt meg minket azzal, hogy részt vesz az ünnepségen, és ő fogja mondani az ünnepi beszédet, illetve koszorúzáson is részt fog venni. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős, tárca nélkül miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselőjének ünnepi beszédét követően a Vürcedám általános iskola diákjai méltóképpen emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseiről. A városi ünnepség zárásaként a Kossuth téri Petőfi emléktáblánál helyezték el koszorúikat a város elöljárói, helyi szervezetek képviselői és a megemlékezők. Pakson a Szent István téren gyűlt össze az ünneplő tömeg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezni. Március 15-e jelképpé vált. Nemzetünk szabadság szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. 1848. március 15-én tört ki a forradalom az elnyomás ellen. Szabó Péter polgármester szerint 2022-ben különös jelentőséggel bír ez a dátum. Április 11-én alakult 1848-ban Magyarország új kormánya, és április 3-án idén is választás előtt fogunk állni. És én azt gondolom, hogy ugyanez az üzenete idén is, mint akár 174 évvel ezelőtt, hogy egy olyan kormány alakuljon, amely megőrzi a nemzeti szuverenitásunkat, függetlenségünket, a magyarok érdekeit képviseli majd Európában és a világon mindenütt. A paksi II. Rákóczi Ferenc általános iskola 5-es diákjai Minden élet, kő egy épületben címmel adtak ünnepi emlékműsort. A megemlékezés zárásaként a város egyesületei, intézményei, civil és politikai szervezetei megkoszorúzták a Szent István téren Jámbor Pál szobrát. Bátaszéken a Kanizsai Dorottya általános iskola felső tagozatos diákjainak műsorával kezdődött el a március 15-i megemlékezés.
Az 1848-as események egyik jeles résztvevőjének, Petőfi Sándornak nevét viselő művelődési házat megtöltötték az emlékezők. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabot tovább nem leszünk! A műsor után a Romkertben került sor a város polgármesterének ünnepi beszédére. Sok nemzet életében vannak fordulópontok, újjászületések, amelyek hosszú időre kijelölik annak a sorsát. Kijelölik azt a történelmi utat, amelyet az elkövetkezendőkben járni lehet, és amelyeken járni kell. 1848. március 15-e egy ilyen pillanat volt a magyar történelemben. Buzsolik Róbert elmondta, a magyar forradalom és a szabadságharc emléke ellentétes érzelmeket vált ki az emberekből. Első körben persze örömet és felszabadultságot. Egy vér nélküli forradalommal egy demokratikus működés irányába indult el az ország. Hiszen a márciusi ifjak nem kívántak többet, mint a sajtószabadságát, egy felelős kormányt, törvény előtti egyenlőséget, a társadalom minden rétegének felemelkedését. Azonban ez egy tragikus szabadságharcá vált, és a reményt birodalmak tiporták el. Ha arra gondolunk, hogy ebből az eufórikus hangulatból és az építkezésből, amire készült a magyar nemzet, egy tragikus szabadságharc lett, akkor összeszorul az ember szíve, hiszen ezt a fejlődést és ezt a szabadságvágyat birodalmak tiporták el. Többek között az orosz birodalom. A jelenlévők a szabadságharc 100. évfordulójára állítatott emlékműnél helyezték el a koszorúikat. Szerdán észak felől fokozatosan vékonyodik, csökken a felhőzet, időszakosan előbújik a nap. Számottevő csapadék már nem várható, élénk helyenként erős északnyugati szél fúj majd. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!